Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Lukács evangéliuma 5. részének 27. versétől szól hozzánk Isten igéje. Ezután kiment Jézus, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában. Nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közöttük levő írástudók pedig zúgolódtak és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Egy csodálatos változást láthatunk Lévi életében, amikor igent mondott Jézusnak, amikor hívó szavára elindult követésére, és olyan lemondásra, odaadásra tudta elszánni magát, mint a tanítványok, a Jézus többi igaz követői. Nem tartja már fogva a pénz, vagyon bűvölete, a régi élete, hanem szabad emberként tudja odaszentelni életét Jézus Krisztus követésére és szolgálatára. Ami Urunk Jézus Krisztus ma is hatalmas, ami érvényes volt Lévi életében, az a számunkra is érvényes. Mi is más, új emberekké válhatunk Jézus ereje által, ha odaszenteljük neki teljesen az életünket. Lévi felismerte, és mi is felismerhetjük az ének gazdagságát. Ó, mi hű barátunk Jézus, hordja bűnünk, bánatunk. Mély dicsőség, hogy nevében Istenhez fordulhatunk. Azt látjuk a történetben, hogy Lévi megváltozott Jézus szava által, mert Jézus tettében határozott cél volt, kiment oda, ahol megtalálhatja Lévit a vámszedő asztalhoz. Meglátta, szólt hozzá, kövess engem, és elhívta tanítványának. És ezzel új pályára helyezte az életét. Csak Jézus képes arra, hogy meglássa, mi van az ember szívében. Csak ő képes arra, hogy azt is meglássa, ami még nincs, ami hiány, ami üresség, boldogtalanság, sóvárgás. De aki így viszi oda hozzá üres, boldogságkereső szívét, azt ő megajándékozza új erővel, új reménységgel, új látással, tiszta boldogsággal. Dalolja a szívünk az énekíró gazdag tapasztalatát, nem látja senki, senki, aki néz, mi van a szívben, szívnek mi nehéz. Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő, csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. Amen.